a Karcagvárosi Önkormányzat Képviselő Testülete Karcagváros Kultúrájáért díjat Gulyás Zsolt Lébánosnak, érseki tanácsosnak adományozott. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete Karcagváros kultúrájáért díjat a város érdekében végzett kiemelkedő nevelőoktató munka, valamint a város működése művészeti élete érdekében végzett kimagasló munka elismeréseként Gulyás Zsolt Lébánosnak, érseki tanácsosnak adományozta. Nagyon szépen szeretném megköszönni Karcagváros vezetésének, a, a itteni híveknek, akik ezt kezdeményezték, hogy ezt a díjat megkapjam. A közösségnek a, a tiszteletét és a megbecsülését érzem ebbe a díjban, úgyhogy köszönöm szépen. Persze nyilván nem ezért dolgozik az ember, de nyilván minden emberi elismerés, mivel én is ember vagyok, nekem is jól esik, de persze azért ö, nagyobb indítékok vannak a mögött, amikor az ember teszi a dolgát. Kultúráért díjat kapott, azt gondolom, hogy plébánosként a kultúrának egy bizonyos szegletét ö, tudja befolyásolni, alakítani a karcagvárosában, immár sokadik éve. Igen, hát ö, itt is azt gondolom, ahogyan a laudációban, mármint amikor volt a templom amikor a 250 éves letelepítésre emlékeztünk meg, meg, illetve a 120 éves templomunkról, és ott a vacsorán a laudáció elhangzott, a, elsődlegesen a, a, katolikus nevelésért tett erőfeszítések, ami azt gondolom, hogy azért jelentős, megfontos, mert hogy amit 2010-ben kitűzött Orbán Viktor kormánya, hogy keresztény Magyarországot építünk. Azt gondolom, hogy ennek egy kulcseleme annak, hogy itt Karcagon is a katolikus oktatás jelen van. Miközben tudjuk, hogy mire ezek az iskolák igazán katolikusok lesznek, az hosszú évekbe telik úgy fogalmaznánk az egyik lelki gyakorlaton az éve elején a év a Györfi István Katolikus Általános Iskola tanáraival voltunk lelki gyakorlaton, és ott a lelki gyakorlat vezető atya mondta, hogy valójában missziós iskolákat vezetünk, missziós iskolákban vagyunk jelen. Tehát nyilván az a küldetésünk, hogy a Jézus Krisztusnak az örömhírét továbbadjuk. És ebben nagyon nagy feladatunk van, szerepünk van, nagyon sok munka áll előttünk. És nyilván itt az első és legfontosabb dolognak tartom, hogy, hogy az emberekkel, a szülőkkel, a várossal belátassuk azt, hogy a jövőnk, hogyha, ha jövőben gondolkodunk, akkor nincs más útunk. Tehát amit a, Szent István királyunk megalapozott, hogy keresztény Magyarországot hozott létre, és az országunkat felajánlotta a boldogságos Szűz Máriának. Ez ma élő 21. században élő magyaroknak és karcagiaknak is fontos. Tehát, hogyha a jövőbe gondolkodunk, akkor, akkor, nincs más útunk. És nyilván én magam is ezért fáradozom, a magam lehetőségeivel, a magam eszközével próbálom megtenni, amit lehet. Magánemberként mi jelenti önnek a kultúrát, tehát mi jelenti a kikapcsolódást? Hát ez egy nagyon összetett dolog, ami nekem a kikapcsolódást jelenti. Minden, nagyon szeretek színházba járni. A Szolnoki Szigligeti Színháznak rendszeres látogatója vagyok. Nagyon szeretek kikapcsolódni, és szeretem nem csak a vidámabb és könnyű darabokat, hanem azokat is, amelynek ténylegesen igazán mondani valója van. Nagyon szeretem a, a, a zenehallgatást, akkor amikor. Hosszú útra megyek, az imádságon túl a Bartók Rádiót nagyon szeretem hallgatni. De minden olyan dolog, ami a hétköznapokból kiemel, és egy kicsit másra irányítja a figyelmet, az, az számomra mind-mind fontos. Elhangzott itt az ünnepség alatt a templom története és a, a plébánia története is, de mi az a legfontosabb dátum, amit kiemelne? De akkor, amikor ide jöttem is, ugye a karcagi katolikusoknak a történetét elkezdtem nézegetni, akkor ez olyan érdekes szám volt, az 1769-1771, hogy na ugyan itt leszek -e még akkor, amikor majd a 250 év ide esik. Nyilván a járvány az mindent átírt, vagy egy kicsit megakadályozott abban, hogy esetleg előrébb tegyük ezt az ünnepet. De én azt gondolom, hogy, hogy fontos tudatosítani az itt élőkben is, tehát az itteni katolikusokban is, hogy igen, 250 év eltelt. Ennek minden öröme, nehézsége is. Ahogyan végignézem az egyházközségünknek a, a történetét, azért voltak olyan jeles emberek, akik ugye a város történetében is jelen vannak nem csak az Illi Santára gondolok, aki az első plébánus volt, és így az úttörőként így lerakta az alapokat, de Kis Antal is egy katolikus ember volt, aki a 19. században a városnak a, a pénztárosa volt, aki a földjét a városra hagyta, de ugyanígy büszkék vagyunk a szegedi születésű Kása Józsefre, aki nem csak a városházát építette, hanem ennek a katolikus templomnak is az építőmestere volt, és így végiggondoltam, hogy 28-29 éves fiatal ember volt, amikor ez a templom épült, és viszonylag fiatalon nem élte meg az 50 évet, amikor meghalt, és itt volt a Zsigrai János plébános, akivel ők együtt építették ezt a és ugye a Kása Józsefnek a története azért olyan szép és kerek a nagy lelkűsége miatt, hogy ugye neki nem volt gyermeke, és hogy a, a vagyonát a, a városra, az egyházközségre hagyta. És 1908-ban hajoltam, amikor épült a mostani gimnázium, abba is jelentős összeget adott. Szóval azt gondolom, vagy a... a a város első katolikus polgármestere is, hát lehetne tovább menni itt az orosz pál is, aki úgy itt áll a szobra a, a templomkertbe. Tehát, hogy ö, nyilván még itt ö, jó lenne kutatni és jobban utána nézni, hogy még kik, ö, vannak, akikre ö, kell gondolnunk, és nem szabad őket elfelejtenünk. És hát azért az ön itt léte alatt is történtek dolgok a katolikus egyházon belül, hiszen elindult a György Fisván Katolikus Általános Iskola, a Szent Pál Általános Iskola, ezek is az önnevéhez is köthető eredmények? Igen, tehát hogy, hogy igyekszünk tenni a dolgunkat, ahol, ahol lehet. Tehát én ezekben lehetőségeket látok. Miközben, ahogyan az előbbiekben is említettem, úgy gondolom, hogy országot építünk, ezt lehet, hogy ilyen nagyon nagy szónak tűnik, de nyilván a magunk területén. Hiszen ezekben a gyerekekben, akik most itt az iskola rendszerünkben jelen vannak, a jövő nemzedékét látjuk, hogy eltelik 15-20 év, és nagyon értékes emberek lesznek, akik majd alakítják a városunkat alakítják az országunkat. És az, hogy mit plántálunk beléjük, hogy milyen érzületűek lesznek, hogy mi az, ami számukra fontos lesz, azt gondolom, az, az nagyon sokat tehetünk azért. Tehát nem mindegy, hogy milyen oktatásban részesülnek a, a gyermekek. Tehát ahogy a, mi emlékszünk a gyerekkorunkra is, jó, nem biztos, hogy most büszkeség eltölt el, hogy nem a mozgalmi dalokat, ahogyan énekeltük, de ezt tanultuk, és ezek ott vannak bennünk. Nem tudjuk kitörölni az emlékeinkből. Én hiszem azt, hogy azt, amit így szép lassan elpalántálunk ezekbe a gyermekeknek a, a lelkében, a szellimében már ott lesz is. Majd amikor az ő gyermekeik, unokáik remélhetőleg ugyanígy ebbe az iskolába fognak járni, akkor már kicsit másabb lesz a helyzet. Valakivel beszélgettünk, hogy, hogy mikorra várható, hogy mondjuk a, az államosítás előtti vallásosság visszatér. Valaki azt mondta, hogy a kommunizmus elmúlta után, Körülbelül 70 év. Tehát ez mondjuk kicsit elgondolkodtató, hogy igen, tehát ami a, az embernek a, a szellemében, lelkébe végben megy, azt olyan egyszerűen kitörölni nem lehet. Tehát mire őt igazán megváltozik, igazán keresztény emberek lesznek, az, az hosszú idő. Nyilván reménnyel és bizakodással nézünk a, a jövőbe és hát ilyen értelemben rendkívül fontos az oktatás, tehát egészen az óvodától, hát ugye itt az a református gimnáziumban is ugyanúgy folytatódik tovább a keresztény szellemiségnek a kiteljesítése.